elnézést kérek az úttól, én a roppagodától vagyok. Hello. És Tibi megkért, hogy veled külön csináljak egy riportot. Jó. Van egy perced a roppagodás számára? Van. Köszönöm szépen. Tehát hölgyek, urak, aki nem ismerné, bemutatkoznál? Én vagyok a Cintula. Cintula. Megengedi a hölgy, hogy odaüljek az ön helyére? Nagyon kedves, köszönöm. Ha a magyar könnyű zenét, rock zenét nézzük, akkor hogy mondjam, ikon? Egy ikon. Az egyik első, hanem az első voltál, aki ilyen műsort vezettél. Azt történt, hogy a Jazzy Rádió felhívott, hogy kisasolták, hogy amikor a Magnós Group gyakorlatilag megalakult, és a Fővárosi Művözési Házban volt még egy ilyen külön színpad, a minden megcsinálták, és az 1963 végén volt, és pont akkor a Beatles megírta a Please Please című számot, és azóta ez most úgy be van írva a zenetörténetbe, hogy a Beatles jó voltából lett a Beatles zene, és ez most pont akkor, amikor egy első magyar diszkóssal, a Cintulával beszélgetek, 60 éve volt. Erre azt mondtam, lehetetlen, akkor nem is éltem. De igen. Igazából most már elég régóta, hogy mondjam, hátrébb léptél a reflektorfényből. Nekem az a kérdésem, meg tudsz lenni zene nélkül? Nem. Minden muzsikában benne vagyok, hát itt is itt vagyok, hogy ha véletlenül volt ezzel egy barátom, amikor még akkor volt olyan, hogy a diszkós az csak a szünetbe játszott, mert az élő zene volt a lényeg, és letelt a 15 perces szünetem, és a zenekart meg sehol nem találtam. Visszarohattam a színpadra, oda mentem a zenekarvezetőhöz, mondom, gyertek már föl, mert hát a közönség vár benneteket, hát őket. Nem hallottad a nagy hírt? Képzeld el, olyan sikere van a zenekarnak, hogy a norvég fővárosban vagyunk hivatalosan. De mondom, figyelj ide, elég nekem ez a Gödöllői Agrárium Egyetem. Nem érted? Akkor most elmondom. Oszlóban a zenekar, kirúgtam őket. Volt egy műsor, amiben benne voltál, ami fiatal koromnak egy nagy műsora, a Millió Fontos Hangjegy. Egy millió fontos hangjegy. Hála az égnek csináltam riportot a Trunkos Andrással, aki benne volt, hogy amikor igen, az utolsó rész. Úgyhogy az egy rossz frakció, azt hiszem, album volt, ami után megszűnt. De azt mondd meg, miben tért el akkoriba egy ilyen zenei műsor, egy mai zenei műsortól? Vagy van-e ma még ilyen zenei műsor egyáltalán? Van. Nagyon jó, mert az, hogy ennyi jó rádió lett. Itt van legalább három ilyen nosztalgia rádió, amit jazz, meg klasszikus, meg nem tudom én micsoda. Annyi jó muzsika van, és igenis, ezek az újak nagyon jó. Az új műsorvezetők nagyon jó. Ez nekem nagyon fontos, mert azt hittem, hogy jó vagyok. De jó is vagy! De jó, de hát de már csak lassan én vagyok, mert a többiek állandóan kipusztulnak mellőle. Jó, hát erre szokták mondani, hogy a túlélőnek van igazán. Igen, már csak én maradtam. Ilyen az, hogy a kopognak. Hogy a drága életed, nem hallod, hogy kopognak rád? Most azért nézd rám, Pivó. Mert még az is ilyen neve van, az a Pivó neve. De azt mondja, na cinci, figyelj! Nézzél rád, gondolod? Most mi?
életem van, hát még életem van. Gondolod, hogy engem keressen? Életem. Na jó életem, akkor rendet csinálom. Föltéptem az ajtót, és tényleg ott volt a kaszás. Hát egy kicsit összeszartam magam azt, hogy a kaszás. Igor? Aha, igen, igen. Életem érkeltem. Életem, mondom, hogy téged keresem. Mindig megúszom. Rengeteg műsort csináltál, műsort vezettél, könnyűzenei, rockzenei, műsorokat. Mi volt neked az, ami megfogott egy számba? Mitől jó egy szám? Egyszerűen beleszeretem. Amikor egy egyszerű, egy ilyen, mint a logó. Ki az? Béve. I love you too, Bond. A Chris Stormer azt mondja, hogy... Polisz! Kinyitom az ajtót! Az a ki vagy te? A finoman mondom, mert ennek van egy értem, persze. Mert igen. Soha nem bántott meg nőtben. Ha más szerenád, akkor nem se here, se zádé. És azt mondd meg, miért vagy itt ma este? Ki hívott? Miért hívott? Hát... A Tibike! Azért a Tibike nagy machinátor. Mi vagyunk ketten a Tibike. Múltkor is itt voltam egy évvel ezelőtt, és isteni voltam. Akkor mondta, hogy megint most úgy jön ki a lépés, hogy... Tibor a hegyről, aki beveri egyből, vagy valami, vagy... Igen, vagy igen, a igen. Itt lett egy olyan hangulat megint, ahol azt kell mondanom, hogy minden zene szól. Már itt voltam a legelején. 5 óra óta itt figyelnem, mivel elővették is a hangot, kipróbálnak. Klasszikus, becsületes öreg rock'n'rollok helyezve a legújabbig megy. Ilyen fiatalodok egy akkorát, hogy örömmel. Egy mindegyiket is. Amikor én ide tudok jönni, és néha előfordul, hogy olyan jó kis hangulat van, akkor oda megyek, mert azért mindig van nálam egy-két olyan zene, hogy egy Gary Moore, vagy egy... Valakit olyat berakok, amit ma már senki nem ismer. Nem is tartalak föl tovább. Egy kérdésem van. Nekem, a rockpagodának, akik zenével foglalkozunk, igyekszünk segíteni a rockzenészeknek, a kezdő feltörekvőknek. Van-e valami tanácsom? Igen. Sokat kell melózni. De nagyon jó, mert annyi jó fesztivál van, hogy most lehet is dolgozni. Tehát itt ez a legfontosabb. Hogy azelőtt azért most meg kell mondanom, hogy nekem ki kellett ilyeneket találnom, hogy a Express utazási irodával megcsináltam egy ilyen hajó. Ezért hajó, ha nem jó, akkor is ott fogsz játszani. Igen. És egy Liversingen, egy Dawson, egy Sakmaton, egy Sirius, oda tudtam vinni, csak a közönség használ, a társaság is ez volt fel, amikor Sakmaton megcsinálta magát. Jöttek, hogy két hajót is kellett volna indítani, és fogta a kapitány a fejét, most mit csináljunk. Semmi gond, mi majd mindent intézünk, és mondta Palinál, támaszodjad Bélát a kormányba. Majdnem letartóztattak, köszönöm. A kormányhoz mondom. Uram, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk álltad. De még egyet megjelenik. Életem legnagyobb élménye volt, amikor mindenhol vittem ezeket a zenekarokat. Igen. Nekem nem az volt a lényeg, hogy én szerepeljek, hanem én csak felvezetem, megcsinálom a zenei alapokat, és a többi bemutatom a többi zenekar. Igen, igen.
leszepelésben uratok egy pillizét, egy nem tudom, és hát mindig valamit olyan letettem, amit ott hát érdemes ott meghallgatni. Mikor megint a Radics, ugye úgy döntött, hogy akkor most látta a húztokat, azt mondja, ezt én megcsinálom én is a helycsót. És miután 7000 ember ott volt, hát oda vett a szájába a gitárt és játszott a gitárt, csak hogy egy kis szőrszálló kiállt belőle, és egy picit megvágta a száját, úgyhogy én bedültem az irodába az igazgatóval, és éppen akkor beszéltük át a dolgot, hogy most jó, most bocs, hogy 7000 ember van, és tényleg nem szabadult volna egyet megvenni, de most azért az ifjú gárdát ne cseszegesd, mert azért még nem olyan baj, most azért a 7000 kifizett az 5 forintos belépőjegyet, azért nem egy rossz lé. Így van, így van. Mikor a Bergendini meg csak 300-an voltak. Na mindegy, és van 7000 ember, és akkor a Rajnák egy másik, tessék. Mondja, ne haragudjon, hogy megzavarom. A zenész szájából folyik a vér. Most mit csináljon? Rajnák. Most a Rajnákról kell. Egy nagyon kemény gyerek volt. Egyetlen egy olyan volt, hogy nem szabadott neki beszélni, mert az a legutoljára egy ilyen utolsó boxmeccsét úgy megverték, hogy elharapta a jelvét és beszállt. Kinyomta az összes mindent, ami létezik. Tök csönd, szegény Radics így a szájába, folyó vére. Mi volt? Mi volt? Én nézd! Erre. Rajnák lesz. Radics! A durva annál! Mindegyszer, cárba vetszett a kintán, de te gyecsőr semírsli, mert azért. Köszönöm szépen, ura. Hát ott, és ez még mindig igaz. Mi a Roppagodában nem nagyon szoktuk szelfizni, de mivel kvázi most egy élő legenda, ezért hölgyek és urak, a Roppagoda idióta riportere, tagolat, hello, hello! A magyar... És a rock'n'roll még mindig. Hogy mondják, ikonja, az egyik, talán az első, aki könnyű zenei műsort az ember. Te tudod, hogy miért? Igen. Mert még mindig ezt tudom mondani, ezt hallgatnál. És most! Uram, köszönöm szépen! Köszönjük!